Ezt a videómat azzal kezdeném, hogy múlt héten az egyik talán pénteken megjelenő videómban nagyon jól vettétek észre, hogy konkrétan semmi nem volt a helyén, tehát zöld hitelekről volt szó, illetve erről a zöld hitelről volt a kis videóm. 90 milliót írtam a 70 milliót hitel helyére, családtámogatást a sima hagyományos hitel, bár ugye összeépíthető volt a különböző család, tehát a csokhoz például hozzávehető volt, de ez most részletkérdés. Itt kérek elnézést a rengeteg butaságért, elképzelésem nincs, hogy honnan vettem őket, no de nem ez a fő lényeg. A mai videómban arról fogok mesélni, ugye, hogy említettem, hogy egy ingatlanirodába kezdtem el dolgozni, egy kétbetűs ingatlanirodába, főleg kihívás volt a cél, illetve az, hogy jobban belelássak, hogy hogyan működik az ingatlanirodai élet, illetve maga az ingatlanosok hogyan dolgoznak, hogyan zajlik a képzés és hasonlók, hiszen az egyik szakterületem jelenleg ugye az ingatlan, és azt gondoltam, hogy ez kézzel esik. És akkor itt fogadnám meg az alkalmat, hogy be is mutatkozzak. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Szóval elkezdtem dolgozni velük, illetve egyelőre képzésekre, 5 nap a képzés, a kezdeti. Ez ugye nem az OK, és az azután fog majd következni. Az első 2 nap ugye online, aztán egy személyes, aztán megint online, és a személyesről fogok most egy sztorit mesélni. 34-en voltunk, aztán, hogy 35-en. Volt egy-kettő, aki késett, majdnem egy órával előbb értünk oda egy páran szintén. Én nagyon utálok késni, tehát nem volt probléma, illetve nem az volt probléma. A késők volt egy pár olyan 5 percig, volt, aki másfél órát késett, de volt olyan, aki 4-et. Na most azért az úgy nem volt semmi, 4 óra, már 3,5 óra múlva már ott mászkált az előtérbe, láttuk, és úgy 4. óra nem fogta, az bejött, és közölte, hogy hát a GPS elkevert, egy alog jött, és teljesen máshol kötött ki, van vidéki, mindegy, lényegtelen. A lényeg, hogy ugye az elejében nem vett részt, az elején kiosztott anyagokat nem kapta meg, és szerencsétlen nézett végig a hátra levő részébe a napnak, mint halaszatyorba, mert konkrétan nem értette, hiszen tökéletesen egymásra vannak felépítve ezek a dolgok, illetve a napi tananyagok, és ugye itt a középső tananyag így jött ki. Aztán, akit említettem, ugye első másfél órába késő, az ugye az utolsó másfél óráról meglépett, anélkül, hogy megérdeklődte volna, hogy nem lehetne leigazolni, hiszen a napközbei részén végig ott volt, részt vett, aktívan, ügyes is volt minden, meglépett, anélkül, hogy az a napja le lett volna igazolva, nem tudom, hogy utólag lette, teljesen mindegy, már azt sem értettem, hogy miért nem kérdezte meg, hogy nem lehet, hát így járt. No, ennek a fiatal embernek az egyik cselekedetét dolgoznám fel ebbe a videóba. Jól elhúztam a bevezetőt. A lényeg, hogy 3 csoportra voltunk osztva. A tárgyalásoknál a különböző stációkról volt a lényeg, volt erről a beszéd, és nem bírta túltenni magát azon a kérdésen, hogy miért kell megkérdezni egy ügyféltől, hogy hol dolgozik. És miután körülbelül 10 dolgot összeszedtünk, hogy miért fontos, mit tudom én, mikor ér rá telefonálni, mikor ér rá esetleg mutatni a lakást, ott lenni a mutatásnál, mikor van lehetőség fotózni, milyen anyagi helyzet, milyen gondolkodásmódba képzeljük el az illetőt, azért a munkája alapján nagyjából el lehet képzelni, hogy mi. Egyszerűen nem tudta fölfogni, hogy valakinek ez miért fontos, illetve miért érdemes megkérdezni, és egyszerűen addig nem tudott tovább haladni se a témával. Ott leakadt, és nem tudott tovább haladni. Hát azt gondoltam, hogy azért olyan fontos ebben most foglalkozni, mert hogyha egy felépített struktúrális dolgot csinálsz, akkor egy részénél, ha elakadsz, akkor nem fogsz tudni tovább normálisan haladni azon a vonalon, azon a felépített vonalon. De hogy egy saját példát is mondjak, 5-es voltam talán, eltört a lábam, otthon voltam egy jó darabig fekvőgipszel, ugye nem kis termetem miatt a járógipsz az nem is nagyon volt alternatíva, és a tört számokat nem tudtam megtanulni iskolai keretek között. Hozták mindig a leckét, kaptam folyamatosan tényleg le a kalappa az osztálytársaim előtt, viszont amit az órán elhangzottak dolgok és megtanultattak dolgok, az nekem nem jött át. Érettségire sikerült megtanulnom törtekkel való számolásokat, de nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen, és nagyon-nagyon-nagyon nagy nehézségek árán.
Tehát konkrétan addig, ha törtel volt dolog, én ott lefagytam, és nem tudtam tovább menni. Tehát egy egyenletbe egy törtes rész jött, nekem ott kuka volt az egyenlet, annak ellenére, hogy matematikából közel kiváló voltam, kivétel az egyenletek. No, hát ezért gondoltam arra, hogy ezzel foglalkozzak egy picit, mert az üzleti élet is olyan, hogyha egy szintet átlépsz, átugrasz, nem te foglalkozol vele, kiadod, kiszervezed, és vissza kell venned, akkor én azt gondolom, hogy a legesleges legnehezebb azt a kihagyott részt, azt vagy megtanulni, vagy visszafele menet úgy beelemezni, hogy értsed, hogy miért kell ezt csinálnod. Tehát remélem érthető, hogy mit akarok ebben kifejezni. Tehát a haladást, az üzleti életben a haladást, én azt lépésre lépésre és egymásra épített módon tudom csak elképzelni, és akikkel együtt dolgozom, azokkal csak is kizárólag így tudom elképzelni, hogy értsük egymást, hogy egy folyamaton végig tudom őket vinni, és eljutatni őket egy A pontból B pontba. Úgyhogy ezért gondoltam ezzel foglalkozni, ezzel a videóval, és ugye itt a fiatalember példáján keresztül hozva, mely elakasztotta, és onnantól vége volt. Tehát konkrétan ez a legelső passzusban volt ez a feladat, hogy megtudjuk, hogy körülbelül hol és mit dolgozik, hát nem körülbelül, lehetőleg pontosan, hogy mit, és úgy nagyjából, hogy hol, és innentől kezdve egy órányi feladatot, illetve a csoportos feladatokban nem igazán tudott részt venni, mert én még mindig ott tartott, hogy hát ezt miért kéne nekünk tudni. No, ennyi volt a mai kis időmben megtudatni, tehát a lépésről lépésre való fokozatos fejlődést, haladást szem előtt tartva javaslom mindenkinek a fejlődését, és anélkül nem igazán fogja tudni eljutni a A pontból B pontba az ember. Tehát ezért foglalkoztam ma ebben a videóval. Jól megcsűrtem, csavartam újra, ugye? No, hát ha tetszett a videó, kérek nyomj egy lájkot, ha nem vagy még feliratkozz a csatornámra, akkor a kis csengettyűvel tudod megtenni. Ha pedig feliratkoznál a hírlevelemre, akkor www.szucstomas.hu és legalább megtalálod a hírlevél feliratkozást. A előző hétre ígértem, és jönni fog, kicsit megkésve, nagyon el vagyok most csúszva mindennel, ugye oktatásokra járok ide-oda, de új, teljesen új környezetek vannak, de ami késik, az nem múlik. Köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk holnap is. Szia!